Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a videó március 29-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon az Anuradha holdházban van. Ez a holdház jelenti tulajdonképpen az árnyékot. Valami még nem látható tisztán. De van egy irány, lesz egy új kezdet, és napról napra több fény érkezik az életünkben. Ez az Anuradha holdház gyakran utal hármas kapcsolatra is, amikor ott van egy harmadik személy, tehát az árnyék, és nem lehet tudni, hogyan tovább, milyen döntéseket fog hozni, de hamarosan érezhető a szépség, a fény, itt vannak lehetőségek. Merkur bolygó az jelenti a cselekvéseket, vagy a szerződéseket, a kommunikációt. Merkur bolygó az indiai asztrológia szerint az Ashvini holdházban van, ami jelenti a gyógyító erőt. Most megvan a lehetőség a gyógyulásra. Vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és Merkur bolygó mozgása itt ebben a holdházban segít most neked, hogy legyen egy ajánlat, vagy legyen egy munkahelyi szerződés. Merkur bolygó és a hold között van egy kapcsolat, ez kivált kicsit bizonytalanságokat, hiszen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az Anuradha holdház az jelenti tulajdonképpen azokat a dolgokat, ami átláthatatlan, utal az árnyékra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A gyermek jelentheti a gyermekeket. A gyermek jelentheti az ő fiatalos kisugárzását, vagy a tiédet. A gyermek utalhat ártatlanságra is, vagy egy új kezdetre. A gyermek mellett ott van Fortuna istennő, ami szerencsét hoz, itt lesz egy szerencsés fordulat, egy új kezdet, ami szerencsét hoz. Bal oldalon látható az ő érzelme. Ott van a szomorúság. Lehet, hogy ő szomorú valami miatt, vagy úgy érzi, hogy te vagy szomorú. És az özvegy férfi, az jelentheti az ő visszahúzódását, vagy az egyedül létet, lehet, hogy kicsit magányos, és emiatt szomorú. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. Itt van egy látogatás, ő meg akar látogatni téged, és te megjelensz itt, mint egy szerelmes nő, és bízik abban, hogy te szereted őt. Lehet, hogy vár arra, hogy legyen egy meghívás, mert szeretne téged meglátogatni. Hogy mi fűz össze benneteket, azt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, a rovás írás. Először is megnézzük azt, hogy mit mutat ez az S betű. Ezt leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra. Például Sanyi, vagy Salgó Tarján, vagy Sárvár, vagy egy sátor,
vagy például sáros valami. Mit jelent számodra az S betű? Örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. Középen van a rovás írás, és ennek van egy szimbolikus jelentősége, olyan, mint egy sátor, és utal az otthonra, ami óv bennünket. És itt vannak az alapok, ő szeretne egy közös otthont veled együtt kiépíteni. A német nyelvű területen is van ilyen írásmód, ezek a rúnák. Ilyen rúnát nem találtam, viszont egy hasonlót. Igen, ha a képet megfordítjuk, akkor ott is ott van a sátor. Ezen a képen, ott baloldalon látható egy férfi a kezében, a tűz eleme, az egyik irány, hogy felégett maga mögött valamit, tehát elbúcsúzik valamitől vagy valakitől. A másik irány az a lelkesedés, hogy ki akar építeni valamit, megvan ehhez a bátorsága. És jobb oldalon látható a napi energia, ez a hölgy úgy szépítgeti az otthont. Ott vannak a virágok, lehet, hogy most kertészkedtek, vagy virágokat fogtok ültetni, szépítitek a lakásotokat, de ennek a kártyának van bizony egy szimbolikus jelentése is, utal egy új kezdetre. Valamit most el kell ültetni, és kell a hit, a bizalom, hogy ez egy jó kezdet, és gyümölcsözni fog. Erre az új kezdetre utal ott felül a gyermek is. Egy új irány, egy új kezdet, vannak tervek, ötletek, ezeket most szimbolikusan el lehet ültetni, kell a bizalom, a hit, hogy ez termést hoz, szerencsét hoz, és ott felül látható fortuna, Istennő, hogy itt tényleg majd lesz egy szerencsés fordulat. Sőt, a látogatás azt is jelentheti, hogy a szerencse beköszönt a házhoz, és a szerencse meglátogat téged, ott van melletted, itt lesz egy jó kezdet, itt lesz egy szerencsés fordulat. A terveidet meg tudod valósítani. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!